a Global Powerlifting Committee és a Magyar Professzionális Erőemelő Liga szervezésében idén is megrendezték a Magyar Erőemelő Világkupát a Felsőzsolcai Városi Sportcsarnokban. A háromnapos rendezvényen négy kategóriában közel 400 versenyző képviseltette magát, hogy megmutathassák tehetségüket. Fazekas János rendezvényszervező, magyar bajnok és világcsúcstartó erőemelő maga is részt vett a versengésben, akit nagy örömmel töltött el a nagy létszámú érdeklődés, amelyben mindkét nem sportolói megmérkőztek. Gyakorlatilag azt kell tudni a erőemelésről, mint sportágról, hasonlóképpen működik, mint a profi box. Tehát több világszövetség van, jelenleg 5, most már bocsánat, 6 világszövetség van, akik versenyzőket sorakoztatnak fel. Minden egyes világszövetségnek lehet nemzeti, nemzetközi, európai és világszintű versenye. A GPC világszövetség professzionális szinten versenyeztet, amerikai székhelyen rendelkeznek, az egyik ilyen nagy világszövetség. Az, hogy mit jelent ez, én úgy gondolom, hogy egy nagy előrelépés nekünk magyaroknak, hogy egy ilyen világszövetség versenyének helyszínt adhatunk. Több folyás nemben versenyeznek a versenyzőink. Jelenleg, amit ti láthattok, az a úgynevezett elit kategória. Ez azt jelenti, hogy már nem amatőrök, de még nem professzionális szintűek. Tehát itt van nekünk egy hivatalosan megszabott ponthatár. Nem azt nézzük, hogy kihányszoros bajnok a súlycsoportjában, azt nézzük, hogy elérte azt a bizonyos pontszámot, amit testsúly, illetőleg teljesített súly alapján szabtunk meg, avagy sem. Az eredeti sportág, a powerlifting magyar neve ugye az erőemelés. Ez három fogásnemből áll sorrendben, ahogy láthattátok, a gugolásból, a fekvenyomásból, illetőleg a felhúzásból. Jelenleg most már ugye testi tulajdonságok vagy úgynevezett adottságok alapján ki miben erős, szétbontottuk szakágakra, így most már külön tudnak indulni erőemelésben, tehát háromfogásban, külön tudnak indulni csak fekvenyomásba, ugye akinek a lába egy kicsit le van maradva, vagy nem arra, ez nem az a specialitása, külön guggolásban és külön felhúzásban. Először a női nem képviselői mutatták meg rátermettségüket guggolásban az alkalmi színpadon. A verseny során három bírónak kellett jelen lennie, mégpedig egy vezető vagy középbírónak és két oldalbírónak. Az erőemelők alapos bemelegítés után léptek a bizottság elé, hogy megkezdhessék a bemutatót. A guggolás előtt a résztvevőknek hátra kellett lépni a kiindulási helyzetbe, majd amikor a versenyző mozdulatlan volt és térdei kinyújtva voltak, kezdhette meg a vezetőbíró jelére a gyakorlatot. Amint véget ért a kísérlet, a rudat visszatették az állványra vagy a dobogóra, a bírák döntéseiket pedig lámpákkal jelezték. A fehér lámpa érvényes, míg a piros érvénytelen kísérletet eredményezett, amely után egy kártyát felemelve tájékoztatták a sportolót a bemutató sikerességéről. A nők után az elit kategória képviselőire szegeződtek a szempárok, akik erejüket nem kívélve vágtak neki a hatalmas súlyokkal teli megmérettetésnek. A guggolásban négy fogásnemben küzdő sportolók közül elsőként Szentje Péter próbálkozott 302,5 kg-on, akit Fazekas János abszolút magyar és Európa bajnok erőemelő követett 310 kg-on. Boc Tamás azonban még magasabbra tette a lécet, aki 330 kg-mal igyekezett megnyerni a legnagyobb súlykategóriában a versenyt. A győztes a legmagasabb összetett eredményt elérő sportoló. Guggolás után a fekvenyomás bajnokai foglalták el a fekpadot, akik hatalmas súlyokat kinyomva igyekeztek megnyerni ezt a számot. A gyakorlat során a versenyzőnek a hátán kellett feküdnie, vállainak érintenie kellett a pad felületét, míg a lábaknak a padlót. A verseny végén minden sportoló élményekkel telve búcsúzott a Felsőzsolcai Erőemelő Világkupától.